Siófok városa idén is összefog, hogy rászoruló családokat támogasson. December 8-án, szombaton délután 16 órai kezdettel a Kálmán Imre Kulturális Központ színháztermében karácsonyi jótékonysági estet szervez a Reménység Alapítvány három rászoruló család megsegítésére. Annika, kicsi, maradjál, édesem! Maradjál, baba, jó? A 4 éves Angelika a legkisebb a családban. 3 nagy testvére van, mégis róla szól a család élete. 2 éves korában derült ki róla, hogy hiperaktív. A szülők szinte a nap 24 órájában vele foglalkoznak. Budapesten azt mondta nekünk a besnyő Márta doktornő, hogy 8-9 éves koráig el kell, hogy nője a kislány ezt a betegséget, ha nem, akkor sajnos élete végéig ez el fogja kísérni. Kislányunk, aki sajnos 24 éves megfigyelést igényel, nagyon beteg kislány, olyan szempontból, hogy mozgékony, fürge, nincs fájdalom, nincs félelmézése, vezetésnél is úgy kell csinálnunk, hogy nagyon kell rá figyelnünk, kinogulni egy autó elé, bármilyen vezetni kell, sajnos mondjam, hogy pórázon. Ha meg elmegyünk vásárolni, visszük magunkat, amivel muszáj vinnünk magunkkal, mert egyébként nem tudjuk hagyni itthon, akkor még szint ott ódít ki a bár sikít. A 6 fős család számára gondot jelent a mindennapi megélhetés. A fűtés sokba kerül, ezért a nyílászárókat szeretnék lecserélni. Most szeretnénk még a bejáratörtöt kicserélni, hogy a folyos legyen, mert hideg, annak az ára 85 000 plusz 15 a szerelés, hogy megint 100 000 forint lenne. Tehát az anyagink olyan, hogy nagyon végesek. Sajnos annyira jut éppen, hogy a gyerekeket el tudjuk látni. A kislány rendszeresen jár a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Balatonkiliti nappali intézményébe, ahol fejlesztő pedagógusok foglalkoznak vele. Mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon együttműködő a család, és nagyon szeretné, hogy az Angelikának itt jó helye lenne, és nagyon bíznak bennünk, hogy mi olyan támpontokat is tudunk adni nekik, akár a mindennapi életben, akár a fejlesztés terén, amit ők is tudnak követni. A 7 éves Angéla csonka kézzel született. Fogyatékosságát meghazudtoló ügyességgel írja házi feladatát, de ha besötétedik, csak a gyertyafénynél tud tanulni, villany ugyanis nincs az épületben. Erika egyedül neveli 4 gyermekét. Hát egy siófoki albérletbe élek, ami egy pesti vállalkozói. Csak gáz nincs, úgyhogy fával fűtök. A víz az már csöpögőre van téve, villanyunk nincsen, mert régi tartozásai miatt már ezt szűkítették, kikapcsolták. Erika előző lakhelyéről elmenekült. Még ennek a kis hajléknak is örülnek, bár munkája egyelőre nincsen. Sajnos munkát szeretnék ugyan, de nem igazán kapok, mert hogy meghallják, hogy 4 gyerek van, és elküldenek egyelőre mindenhonnan. Szeretnék menni, csak mondjuk itthoni bedolgozás jobb lenne. Hát, hogyha támogatást kapnák a gyerekeimmel, hát szerintem a villanyt fizetnénk ki belőle, mert nagyon nehéz gyertya mellett tanulniuk. Szilvia 25 éves fiánál 7 évvel ezelőtt súlyos pszichiátriai betegséget állapítottak meg. Az asszony egyedül gondozza a gyógyíthatatlan beteg gyermekét. Szilvia textilművész, de a szőnyegek eladásából nem tud megélni. Nem tudok munkát vállalni, mellette kell legyek folyamatosan. A betegségéből kifolyólag nem tudok a kapun kívül menni, mert egyfolytában keres, anya, hol vagy, fél. Tehát szeretné, hogyha egyfolytában mellette lennék. Ha sikerülne támogatást kapnom, elsősorban élelmiszerre költeném, fűtésre. Az idén nem tudtam fát vásárolni. A kertben, ami volt, mert egy fa ki kellett vágnom, felaprítottunk, azzal fogunk tüzelni. Vannak ismerősök, akik amerre járnak kirándulni, hoznak egy-egy zacskó fát, hogy tessék. Ezzel is egy napot el tudtok lenni. Angelika családjának, Angéla családjának és Erikáéknak is nagy szükségük van az önsegítségére. Szeretettel hívjuk és kérjük, legyen jótékonysági hangversenyünk támogató látogatója.
2012. december 8-án a Siófoki Kulturális Központ színháztermében a Nágocsi Reménység Alapítvány állami gondozott gyermekei, nevelőszüleik és meghívott előadó művészek lépnek fel. A jegyekből befolyt összeget a jótékonysági koncert végén azonnal átadjuk a három támogatott családnak. Gondoljon december 8-án azokra, akik betegek vagy betegeket ápolnak. Jöjjön el koncertünkre és támogassa a rászorulókat!